Több szempontból is romlott a jogállamiság helyzete Magyarországon az Európai Parlament Állampolgári Jogi Bizottságának vezetője szerint. Gwendolyn Delbos-Corfield aggasztónak találta a magyar igazságügyi rendszer reformját, a közvagyon alapítványokba való kiszervezését, az uniós források nyomon követhetőségét, de a veszélyhelyzet alatt hozott törvényeket és a Pegazus ügy kezelését is. A jogállamiságot vizsgáló küldöttség 3 napot töltött Magyarországon. Az Európai Parlament mind a 7 EP frakciója képviseltette magát. A szélső jobbtól a zöldeken át a baloldalig. Tárgyaltak a kormánnyal, az ellenzékkel, újságírókkal és civil szervezetekkel is. Volt egy valaki, aki nem állt szóba velünk. A média világából. Aki azt mondta, hogy egy viccnek, színháznak tart minket, és elment. Ettől eltekintve nagyon érdekes beszélgetéseink voltak. De azt kell mondjam, hogy a kúrián és az alkotmánybíróságon nehezebb dolgunk volt. Voltak, akik nem voltak hajlandóak válaszolni a kérdéseinkre, és egyértelmű ellenségességet is tapasztaltunk. A kúrián pedig 2-szer is azzal vádoltak minket, hogy megsértettük a bíróságot, mondta a delegáció vezetője. A küldöttségben nem teljes az egyetértés. A spanyol konzervatív képviselő szerint például Magyarország berendezkedése demokratikusabb, mint némely más tagállami vagy uniós intézményé. Sajnos az Európai Parlament 5 pártja egyértelműen a magyar ellenzék pártján áll, és ezt a küldetést arra használták fel, hogy lejárassák és támadják Orbán Viktor legitim kormányát, és beavatkozzanak a magyarországi választási folyamatba, mondta a spanyol EP képviselő. Az Európai Parlament még 2018-ban kérte fel a tagállamokat, hogy vizsgálják meg, sérti-e Magyarország az uniós alapértékeket. A látogatáson tapasztaltak alapján a küldöttség decemberben egy árnyaltabb, az új fejleményeket is tartalmazó jelentést terjeszt majd be a parlamentben.